egy érdekes videót szeretnék mutatni azoknak, akik még mindig kutatnak és nyitott elmével állnak hozzá a dolgokhoz, és látják azt, hogy az egész világ, ahogyan mi azt gondoltuk és ismertük, egy hazugság. Nézzük meg, hogy mit is látunk a képen. Ez Toronto látképe. És mindjárt megnézzük, hogy honnan szemlék az eseményeket, azonban ez az épület, amire koncentrálunk, ez a Rogers Center. Ez pedig itt természetesen a jól ismert CN Tower. Maga a CN Tower 553 méter magas a tetőpontjáig, az antenna csúcsáig, és a Rogers Center pedig 86 méter magas, ugye ezt olvashatjuk a Google találatai közt, a CN Tower itt 457 méter magas, azonban láttuk, hogy ezen a képen 553, gondolom az antenna okozhatja a különbséget. A Rogers Center egyébként más néven Sky Dome-nak is hívják. Nézzünk bele a videóba, mielőtt elkezdjük a további elemzését az adatoknak. Ugye CN Tower és maga a Rogers Center, azaz a Sky Dome. Természetesen a felvétel az Ontario-tó túloldaláról készült. Pontosan ez a lényege, mindjárt megnézzük a távolságokat. És azt akartam bemutatni, hogy itt a Rogers Center, a Sky Dome, illetve a CN Tower teljes nagyságban. Ez ugye Ontario-tó, ez pedig nem más, mint maga a Rogers Center, azaz a Sky Dome, ez pedig a hely, ahol a felvétel készült, Niagara on Lake. A távolság a két pont között, pedig ugye ahogyan a distancecalculator.net oldalról az kiderül, Rogers Center, illetve Niagara on Lake 50 km légvonalban. Ez az a távolság, amit itt láthatunk. Ez ugye maga a Rogers Center, ez pedig Niagara on Lake. Még ezen a képen is látszik az, hogy az épületek szinte teljes mértékben a horizont fölött vannak, semmiféle takarás nem látszik. Azonban, hogyha megvizsgáljuk tüzetesebben, kiderül az, hogy 50 km távolságból mintegy 196 méter görbületnek kellene lenni, ami azt jelenti, hogy a CN Tower és a kanadai oldala Lake Ontario-nak 196 méterre kellene, hogy az úgynevezett horizont alatt legyen, és ez egyértelműen kiderül ebből a fényképből, illetve ebből az állóképből is, hogy ez egyáltalán nem így van. 50 kilométeren ugyanis 196 méter görbületnek kellene lennie, és az érdekessége az, ennek az egész képnek, jobban mondva videónak, hogy valójában Ontario-tó túloldala nem is látszik, csak és kizárólag a kamera zoomjának köszönhető az, hogy képesek vagyunk ezt megfigyelni. Amit még szeretnék megmutatni az az, hogy mi természetesen a partról figyeljük az eseményeket. Tehát ez alapján, a szituáció alapján el kell fogadnunk azt, hogy a tengerszint feletti magasság különbség nem játszott szerepet, hiszen a tó két oldalán azonos kell lenni, hiszen pontosan a parton van mindkét pont. Ha csak nem valaki azt gondolja, hogy
valamelyik ezek közül a három lehetőség közül a valóság, amiben ő létezik, és a víz így tapad hozzá az állítólagos földgömbhöz. Ugye, aki ezt elhiszi, az gyakorlatilag bármit el fog hinni, és ezek a videók egyáltalán nem neki szólnak. Azonban azok, akik ezt kétségbe vonják, azok lehet, hogy elgondolkoznak most azon, hogy vajon, amit az iskolában tanultak, hogyan egyeztethető össze a valósággal, amiben élünk. A 196 méter görbület pedig azt jelenti, hogy a CN Tower-nek több mint az egyharmada takarásban kellene, hogy legyen. Azonban egyértelmű volt a képek alapján, hogy ez nem így történik. Ami azonban még fontosabb, hogy a 86 méter magas Sky Dome a 196 méter görbület következtében egyáltalán nem lenne szabad, hogy feltűnjön ezeken a képeken, illetve ezen a videón. Természetesen a tény, hogy feltűnik ezen a videón, és nem csak hogy feltűnik, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy mindvégig látszik, még a zoom nélkül is, az azt bizonyítja, hogy vagy a Föld nem úgy görbül, ahogy azt ők gondolják, vagy pedig nem egy gömb Földön élünk. Legtöbben, akik megkérdőjelezik a lapos Föld tényt, azok általában azzal jönnek, hogy de ők látják az űrállomást jönni-menni, meg a hullócsillagok, meg ugye természetesen az élő kapcsolás az űrállomással, a live feed, ami 24 órában megy a YouTube-on, és ezek a dolgok, azonban azt nem veszik figyelembe, hogy egy életen át tartó programozás nem olyan egyszerű levetkőzni, és ahelyett, hogy azt próbálnak bizonygatni, hogy a Föld egy gömb, miért nem gondolnak bele abba, hogy egész egyszerűen, ami ebben a videóban 6 perc alatt lezajlott előttük, annak meg kellene, hogy kérdőjelez az egész földgömböt. Természetesen lehet, hogy a számítási mód hibás, akkor miért nem bizonyítja be valaki, hogy a számítási mód hibás? Mi az, hogy lehet? Ha lehet, akkor valaki bizonyítja be, hogy hibás, ha meg nem tudja bebizonyítani, akkor minek gondolkozik abban, hogy lehet. A probléma az, hogy nehéz elfelejteni egy egész élet programozását és egy egész életen át tartó agymosást. Az ember túlságosan is szereti azt az álomvilágot, amiben él. Ez a legnagyobb probléma. A tény tény marad, hogy ugyanúgy, ahogy a Toronto látképet nem lenne szabad látnunk az Ontario-tól túloldaláról, számtalan más példa van arra, amikor nem láthatnánk bizonyos épületeket vagy látképeket a görbület miatt, azonban mégis látjuk. És ez azért van, mert a görbület nem létezik, a Földgömb egy álomvilág, és minél hamarabb jön rá az ember, annál nagyszerűbb lesz az élet, mikor felismeri azt, hogy igenis van egy teremtő, és igenis ő az, aki létrehozta azt a világot, amiben élünk. És számít az, amit gondolunk és teszünk, és igenis figyeli azt, hogy ki az, aki keresi az igazságot. Nem csak azt az igazságot, ami kényelmes számára, hanem a teljes igazságot. És mikor megtalálja azt, hajlandó megváltoztatni az életét annak megfelelően. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és remélem, hogy hasznosnak találtátok. Halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok,
valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!